Most, hogy így sikerült titeket teljes mértékben meglepnünk, szeretnék egy pár esetben szóval megköszönni az egész ilyen munkátokat, és át is adnám rögtön a szót Eszternek, a kandizikaportból. Engedjétek meg, hogy az összes szülő nevében elmondjam köszöntőket, amelyek ketten írtunk a férjemmel. 2 éve járunk ebbe az óvodába, és sok minden feltűnt ez alatt a számunkra fontos első 2 év alatt. Például az, hogy ez az óvoda valóban a gyerekekért van. És amennyire ez lehetséges, azért próbál minket szülőket is bevonni. Itt van például a Pippannak. Egész nap megy a buli közöttetek, de a nap végén beengedtek minket szülőket is. Feltűnő volt az is, hogy a gyerekeinknek itt már saját életük, saját világuk van, amiről egyáltalán nem tudunk, nem tudhatunk mindent. Vajon mi lennénk az egyetlen szülők, akik néha azt érezzük, hogy ki vagyunk zárva a gyerekeink hovis életéből? Sőt, hogy fel kell adnunk azt a régi kényelmes érzést, hogy mi szülők vagyunk a Föld és az ég urai? Ez fájdalmas egy kicsit. Nincs mit tagadni, itt a Pippan óvodában minket szülőket is felnevelnek. De vajon jó dolog lehet-e itt Hobó néninek, Dadus néninek lenni? Milyen érzés lehet évről évre, újról újra, ugyanazon a feljárónak az alján állni, és felsegíteni a gyerekeket, mindig más gyerekeket, újra és újra, ugyanarra a lépcsőfokra, és utána alig visszalátni őket. Valójában mit nyelhetnek ők, mit nyelhettek ki az óvodapedagógusok, dadusok, és mindenki, aki így dolgozik, azzal a végzi a munkáját, a hivatását. Látszik az a regény? Érződik? Egy kicsit visszatérek a saját hovis korszakunkhoz, milyen is volt akkor? Milyenek voltak a sötét funkcionális szobák, az óvoda, ahol talán betongó volt a játszótér? Ehető volt az elég? Amit akut egyáltalán beengedték néha hozzá? És a mi gyerekeinknek most itt van a Pippan óvoda. Világos, szellős, tágas, biztonságos, hangulatos és mégis intim. Hogy az óvoda óvónénikről és a Dadus nénikről is beszéljünk. Mi a magunk részéről szívesen cseréltünk volna. Éppen ezért most jöjjön a köszönetnyilvánítás. Annak tudatában, hogy a valós hála, ami igazán számít, és amivel mi szülők úgyse tudunk versenyezni, napról napra kis mennyiségekben valószínűleg már rég ki van osztva. Mégis szeretnénk a gyerekeink nevében mindazért, amit már megtettetek értük, és mindazért, amit majd még megfogtok, hálás köszönetet mondani. Köszönjük ezt az egyszeri, de törölhetetlen időt. Köszönjük az energiát, a kihívásokat, a védettséget, az elért célokat, és a mindennapi tennivalókat. Köszönet ezért a dinamikus és harmonikus első pár jó évért. És végül, hálánk jeléül és még egy kicsit a ballagás hangulatában szeretnék egy Juhász Gyula verset felolvasni, mely ugyanaz elmúlásról, de ugyanakkor a bennünk élő, tovább élő szeretetről szól. Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek. Ők itt maradnak bennünk, csöndesen még, hiszen hazánk nekünk a végtelenség. Emlékük, mint lámpafény az esben, kitündököl és ragyog egyre szebben. És melegít, mint kandalló a térben, derűs szelíden és örökfehéren. Szemünkben tükrözik tekintetük még, s a boldog órák drága, tiszta üdvét, fölhisz a lelkünk, mint virág a napfényt, és élnek ők tovább, szűz gondolatként. Köszönjük szépen! És akkor még egy pár gondolatot, egy pár szülőt felolvasnak, hogy megosztana velünk. Egy nagyon kedves író embertől. Életem legfontosabb viselkedési szabályait egytől egyig az óvodában sajátítottam el. Az egyetemen a bölcsesség nem volt különösebb érték, az óvodában azonban annál inkább. Íme, amit tanultam. Oszd meg mindent másokkal. Ne csalj a játékban.
Ne bánts másokat. Mindent oda tégy vissza, onnan elvetted. Rakj rendet magad után, ne vedd el másod. Kérd bocsánatot, ha valakinek fájdalmat okoztál. Evés előtt mosd kezed. Húzd le a vécét, a friss első sütemény és a hideg tej tápláló. Élj mértékkel. Minden nap tanulj, gondolkodj, rajzolj, fess, énekelj, táncolj, játsz és dolgozz egy kevesen. Délutánonként szólíts egyet. A nagyvilágban óvatosan közlekedj, fogd meg a társad kezét, és ne szakadjatok el egymástól. Ismerd fel a csodát. Ne feledd a makocskádban, műanyag pohárban. A gyökeret lefelé terjeszkednek, a növények felfelé. És senki nem tudja pontosan mindez hogyan van, de valamennyien hasonlóképpen élünk. És akárhány éves is vagy, még mindig érvényes a szabály. A nagyvilágban fogd meg a társad kezét, és ne szakadjatok el egymástól. Thank you.